Új bor szőlő ültetvények telepítésére lehet támogatást igényelni, pályázatot benyújtani. A vidékfejlesztési programon belül szakaszonként bírálják el ezeket a pályázatokat. December 16-án jár le a pályázat első határideje. Nem a meglévő ültetvény újra telepítésére lehet pályázni, hanem teljesen új, tehát akár szántó volt előtte, akár gyep volt, azt lehet eltelepíteni szőlővel. Ami nagyon fontos, hogy aki erre pályázik, ő neki már meglévő telepítési engedélye kell, hogy legyen azzal rendelkezzen. Akinek még nincs ez, az először azt intézze, és akkor majd egy következő határnapig talán be tudja nyújtani, amennyiben nyitva marad ez a támogatási lehetőség. Itt mindig úgy néz ki a vidékfejlesztési programon belül, hogyha túligényelnek már nagyon egy adott határnapig egy pályázati lehetőséget, egy kiírást, akkor lezárják, felfüggesztik az adott keretet. Egyenlőre még nincs felfüggesztve ez. A meglévő szőlőültetvények telepítését szolgáló pályázatokra volt eddig leginkább igény Tolna megyében. De már erre a pályázatra is többen érdeklődtek a gazdák közül. Úgy tudom, hogy ez a borszőlőültetvény támogatás az új borszőlőkre annyira nem érdekli, vagy kisebb érdeklődésre tart kisebb érdeklődés tapasztalható. Nálunk se sokan jelentkeztek egyenlőre még pályázat készítésre. Inkább a szerkezet átalakítási része, ami a meglévő ültetvény újratelepítését, felújítását szolgálja, arra, arra van, van nagyobb igény azért, de természetesen erre is jelentkeznek azért folyamatosan. Egy másik határidő is lejár november közepén. Egy jelentési kötelezettségnek kell eleget tenniük a gazdáknak. A nébig kiértesített 5000 gazdálkodót, őket növényvédelmi jelentésre kötelezi, a permetezési naplójukat kell beküldeni elektronikus formátumban. A gazdáknak öt évente kell képzéseken részt venniük, pénzben azonban számukra ez nem kerül. Vagy öt évente, amennyiben például egy agrárkörnyezetgazdálkodási programban vesz valaki részt, ott egy öt éves program, akkor a program alatt mindenképp részt kell vennie, vagy annak kötelező még ez a képzés, aki valamilyen vidékfejlesztési programos támogatást vesz igénybe. Ezeket a különböző képzőszervezetek szervezik, általában támogatott képzések, tehát ingyen, a gazdálkodó részére ingyenes képzésről van szó, Általában a kötelezetteket ki is értesítik, de azért ez, ez nem biztos. Tehát, akinek bármilyen vidékfejlesztési programos képzése pályázata van, és még nem vett részt képzésen, akkor azért érdeklődjön szaktanácsadónál, képzőszervezetnél, falugazdásznál valahol, hogy, hogy mi a lehetőség erre. Ez az ömébe egy nap alatt képzésekről van szó, tehát ezek általában reggel 8-tól délután 2-ig, 4-ig menetrendtől függően, tehát ilyen 8 óra leforgása, 8 tanóra lényegében. Az, az adott, adott támogatási program, tehát az adott vidékfejlesztési program rész kiírásának a feltételeiről szól, miket kell betartani, minek, hogy tud megfelelni egy ilyen egynapos kis tájékoztatás. Végén valami kis Kis, egyszerű vizsgával zárul, igazán az aznap tanultakat kell, kell elmondani. A képzéseket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyik szervezete szervezi, náluk lehet jelentkezni és további információk után érdeklődni.